Nemes Nagy Ágnes magyar író műfordító 1922-ben született Budapesten, 1991-ben hunyt el. Már gyermekkorában is verseket írt, az első kötete 1946-ban jelent meg. A Karc Zenés Irodalmi Kávéház alkotói csapata Kalmár Zsuzsa vezetésével Nemes Nagy Ágnes 33 versét dolgozta fel. Az esten több színművész tolmácsolta a költeményeket, néhány verset megzenésítettek. Nagyon fontosnak érzem egy-egy ilyen es sikerében azt, hogy az emberek azt mondják, amit szeretnek, és amivel szeretnének valamit átadni, és tudnak, és amit élvezetüket nyerik meg. Ha mi élvezzük, akkor fogja a néző is élvezni. Nemes Nagy Ágnes verseihez a zenét ifjabb Kucsera Géza és Pálfi Ervin szerezte. Nagyon sok versét elolvastam Nemes Nagy Ágnesnek, mire kiválasztottam azt az ötöt, ami megzenésítésre került. Nem is az, hogy, mert vannak nagyon szabályos versei neki, tehát a rímképletek is ott vannak, a szótagszám is ott van, minden stimmel, csak valahogy azok a szóképek, amiket Nemes Nagy Ágnes használ, ilyen szóösszetételek, néha rengeteg szótag van egy-egy szóban, és ezeket olyan nehéz szerintem zeneileg megformálni. Az esten a Palicsi Miroszláv Antich általános iskola diákjai is közreműködtek.